Jó estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Érdemes lesz ma este is velünk tartani, érdekes témákkal foglalkozunk. Néhány dolgot feltétlenül érdemes megnéznünk az élelmiszer címkéken, mielőtt megvásárolnánk egy terméket. Hogyha nem vagyunk elég körültekintőek, egészségügyi problémáink is lehetnek. De hogy pontosan mire kell figyelni és miért, azt a következő percekben mutatjuk Önöknek. Fontos, hogy a táplálékok, ételek, csomagolt élelmiszerek esetében megnézzük a címkéket, mert fontos tájékoztatót tartalmaznak. Ezeken láthatjuk többek között, hogy milyen összetevőkből állnak. Izbéki Ferenc gasztroenterológus elmondta, 20 gyermekből egy ételallergiában szenved, 100 felnőttből 2, néhány felmérés szerint 3-4 ételallergiás. Magyarországon így közel 400 ezer ember lehet érintett. A csomagolt élelmiszerek vásárlásánál leginkább az allergénekre kell ügyelnünk, amelyekből 14 jelentős van. Ezeket fel kell tüntetni az Európai Unió előírásai szerint. Ezek ugyanis allergiás reakciókat okozhatnak. Az ételallergiák viszkető bőrkűtés formájában, ajak, szemhéj duzzanat, nyelv duzzanat, garat duzzanat járhat ezzel. Aztán ugye légzési problémák, fulladás, nehéz légzés, gyomorpanaszok, hányás, hasmenés lehet ennek a, és ez viszonylag gyorsan az étel elfogyasztása után megjelenik. Sajnos nagyon súlyos következménye is lehet szerencsére ritkán, amikor teljes keringés, összeomlás, úgynevezett anafilaxia következik be. Az allergéneken kívül az ízfokozók, az adalékanyagok, bármi más okozhat-e olyan bélrendszeri vagy gyomor problémát, amire figyelni kell? Így van, ezek is okozhatnak mindenféle problémákat. Ez ugye az ilyen anyagok az E jelzővel vannak feltüntetve. Azt gondolom, hogy ebben érdemes tájékozódni, és megint csak a tudatos, a tájékozott ételfogyasztó, táplálkozó az, aki ebben jól jár, mert tulajdonképpen úgy kategórikus elutasítás az nyilván ebben a vonatkozásban, bocsánat, azt kell, hogy mondjam, hogy ostobaság, hiszen néhány E-jelzéssel mondjuk a kálciumot jelzi benne, vagy a aszkorbinsavat jelzi benne, szóval sok mindent jelezhet benne ez az E, tehát ezek egy részére az embernek szüksége van, viszont azt érdemes tudni, hogy ha mondjuk ezekre az ízfokozókra, nátriumbenzoátra, stb. Ezekre érzékeny valaki, akkor annak a számát is akár ismerje, és megnézze, elolvassa a egyébként törvény szerint föltüntetendő allergiás dolgokat a címkéken. És hát ugye azt is tudjuk, hogy éttermekben is szükséges most már feltüntetni az allergiákat. És ha fölmerül probléma, akkor meg kell kérdezni a boltost vagy az elárusítót, hogy akkor a legveszélyesebb helyzetet ugye azok jelentik, hogy akkor tartalmazhat. Tehát ahol bizonytalan. A törvény, az Európai Uniós rendelkezések egyre inkább a nagyon precíz jelzésekre, irányulnak, tehát arra azt írják elő az ételkészítők számára, hogy nagyon pontosan és precízen írják, tüntessék fel az egyes összetevőket. Föl kell tüntetni az összetevőket, tehát hogy miből is áll az élelmiszer. Ilyen esetben a csökkenő sorrendben kell feltüntetni, tehát amiből a legtöbb van, az szerepel a legelején, és fel kell tüntetni az összetevőkön belül azokat, amelyek allergének, tehát allergiát okozhatnak. Általában ezt kiszokták vastagítani, vagy aláhúzzák, vagy bekeretezik, direkt azért, hogy ez szembetűnő legyen a fogyasztónak, nehogy valaki allergiás reakciót szenvedjen. Rajta kell lenni a romlandó élelmiszerek esetében a minőség megőrzési vagy a
fogyaszthatósági időnek, tehát ezt ellenőrizni kell, hogy egyáltalán fogyasztható-e még az a termék. Illetve rajta van a tárolási körülmények előírása is, tehát hogyha azt hűtőben kell tartani, vagy hogy milyen hőmérsékletek között, mert egy baromfi terméket alacsonyabb hőmérsékleten kell tartani, mint mondjuk egy szarvasmarhából készült terméket. Tehát ezeket mindenképpen jó leellenőrizni. Rajta van még ezen kívül természetesen a nettó tömege a terméknek, hogyha az alkohol tartalmaz, akkor az alkohol százaléka. Tehát nagyon sok olyan adatot tartalmaz, amely informatív lehet a számunkra, és a jogszabály azt is előírja, hogy milyen méretű betűvel kell ezt megtenni. Általában 1,2 mm az a legkisebb betűméret, amelynek szerepelnie kell, de természetesen, hogyha nagyon kicsi a mérete a csomagolóanyagnak, tehát 10 négyzetcentiméter alatt van, akkor lehet 0,9 mm-es is az a betű. Vannak-e hibák, amiket így felfedeznek ellenőrzéskor, mik a leggyakoribbak? Azért ennek megfelelni nem egyszerű a vállalkozók részéről sem. Az utóbbi időben már olyan nagy kirívó szabálytalanságokkal nem találkozunk, tehát már a fogyaszthatósági minőség megőrzési időt jól tüntetik föl, ugyanis néhány éve már nap per hó per év formátumban kell ezt feltüntetniük. Már az allergének is jól megjelölésre kerültek. Inkább olyan problémával találkozunk, hogy nem pontosan az van a termékben, ami a jelölésen olvasható. Így többek között találkoztunk már olyan tojással, csomagolt tojással, amely a jelölésen tartalmazta azt, hogy UV-fénnyel fertőtlenített, de mégsem esett át például ilyen kezelésen. Tehát a fogyasztó megtévesztése történt. Igen, azt akartam is kérdezni egyébként, hogy hát annyira sok minden összetevő van, hogy felsorolva egy-egy terméknél. Itt most mondjuk gondolok arra is, hogy a tartósítószer, az adaléka, minden. Ezt lehet egyébként ellenőrizni, hogy ennek tényleg mekkora mennyisége, az az adott mennyiség van-e benne, nincs abból több? Természetesen erre vannak azok a minőségi, illetve mennyiségi mérések, amelyeket a laborban végzünk, de ezen kívül úgynevezett nyomonkövetési ellenőrzéseket is végzünk, tehát jelezzük az előállító területileg illetékes hatóságánál, hogy mi ellenőrizzük ezt a terméket, és ott az előállítónál pedig a gyártmánylabból lehet sok minden következtetést levonni. Ez természetesen az helyileg illetékes hatóság végzi. Fontos, hogy rajta legyen a termék neve, mert abból is sok mindenre következtethetünk. És jelentős még a tápanyagtáblázat, amit szintén feltüntetnek a gyártók a csomagoláson. Ének, tánc, színpadi programok és jó hangulat egyikből sem volt hiány Pákozdon, ugyanis nem csak a családtagokat, barátokat, rokonokat, de még a falu lakóit is lakodalomra várták szombaton. Nagy volt a sürgésforgás az esküvő előtt Pákozdon. Az eseményre nem csak a helyieket, hanem a környező települések lakóit is várták. Az idelátogatók szerint ez egy jó alkalom volt arra, hogy mindenki megismerje a régi lakodalmi hagyományokat, szokásokat. Azért tartom nagyon jó ötletnek ezt a lehetőséget, hogy a mai fiatalok is megismerkedjenek azzal, hogy ugyan vajon a régiek hogyan is esküdtek abban az időben. Ez egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés és dicséret mindannak, aki ebbe részt vett. Csak elismerés nekik, hogy egy ilyen dologba belemertek kezdeni, és hát nagyon sok szerencsét kívánok hozzá nekik, hogy ez nagyon jól sikerüljön ez a mai nap. Nagyon kiváló ötlet volt, akárki indította el, de én szerintem ez nagyon jó volt, mert nagyon sokan részt vesznek benne, úgyhogy fiatalok, idősek, gyerekek, mindenki. Úgyhogy egy nagyon színvonalas műsorokat szoktak csinálni, és ez egy hagyományt csinálunk belőle. Úgyhogy aztán mondom, én a nyugdíjas klubnak vagyok a tagja, a kislány unokám, szintén aki ugye a családhoz tartozik, az pedig ez énekkaros, úgyhogy mindegyünknek van valami szerepe a közösségi életben. A menyegző jeles alkalom a falu életében, immár második alkalommal szervezett falusi lakodalmat a Pipacs néptánc csoport.
7 évvel ezelőtt a Pipacsos Néptánc Együttes már szervezett egy ilyen lakodalmat, és az nagyon-nagyon jól sikerült. Aztán tartottunk egy hosszú szünetet, és úgy gondoltuk, hogy az annyira jól sikerült, hogy érdemes megismételnünk, úgyhogy újra belevágtunk. Csak most úgy gondolom, hogy egy kicsit nagyobb létszámmal vagyunk, és egy kicsit összeszedettebb a csapat. Úgyhogy most ezt megismételjük, és reméljük ugyanolyan jól sikerül, mint 7 évvel ezelőtt. Van-e valami célja ennek? Igen, a célja az, hogy minél több embert összefogjunk együtt, és a legfontosabb, hogy minél többen részt vegyenek ebbe a hagyományőrzésbe, a népi kultúrát megismerjék, minél többen jöjjenek népviseletbe, énekeljenek, táncoljanak együtt, ez a lényeg. És akkor egy kicsit részletesebben hogyan fog pontosan kinézni ez a mai nap? Először is a vőlegény búcsúztatása történik itt a kultúraházában, utána egy gyönyörű szép régi parasztháznál lesz a mennyasszony kikérés, amit végig vőfély fog vezetni, közben harmonikás fog kísérni minket a menetben. 4 órakor lesz a szertartás a református templomban, és utána visszasétálunk ide a művelődési házhoz, majd a 5 órakor bemutatkoznak a meghívott vendégeink, táncsoportok, citera együttes, énekesek, és este 7 órakor szokásos vacsora együtt. A Pákozdi Kultúrház udvarában volt a gyülekező, ahonnan a vőfék köszöntője után indult a násznép a lányosházhoz. A beszédet követően az egybegyűltek együtt vonultak a mennyasszonyházához, ahol megtörtént a kikérés. Vagy haszon jön, vagy káronnak ki harcra száll, nyer ki nyúl szívfejet vitézmódra kiáll. Koszorúzott vitézt hoztam végtére, ez lesz entánk itt vőlegényünk kére. Ígéretem szerint kértem meg, látjátok, csend legyen körülöttem, szavamat halljátok. Koldust pálca nélkül, trónust király nélkül, keresztelő gyerek, megjegyzőt arra nélkül, nem disztelennek tartom, vőlegény barátom. Legjobban javallott szavaim, azt látom. Egy kis oda alatt alpeseket hágtam, messze földeket, indiákat jártam. Számván bús magányod, mindent elkövettem, míg mennyegző társat eszem, itt megleltem. A szombati napon a falu egyik kiválasztott házaspárja esküdött újra 16 év után a lakosok előtt. A pár mindkét tagja megtisztelőnek tartja, hogy őket kérték fel erre a fontos eseményre. Szerintem ez a felkérés, ez egy megtisztelés számunkra, hogy minket kértek fel ide, egy 16 évben a hivatalos esküvőn, és most felkértek bennünket, nyitjuk meg, mint a falusi lakodalom keretében. Adjon egészséget és boldog életet, hogy a hűpárommal, akivel most elmegyek, együttesen nagyjá soká szerethessenek. Én nekem nagyon jól, én nagyon nagy megtiszteltetés számunkra ez az egész felkérés, ugye minket úgy kértek erre fel, mi 16 éve ezelőtt esküdtünk össze, és nagy szeretettel vállaltuk el ezt a feladatot. Örömet jelentett mindegyünknek, szerintem, én úgy érzem. A falubeliek nem csak a mennyasszony kérésére, hanem az esküvői szertartásra és a lakodalomba is hivatalosak voltak. A tanévvel együtt elkezdődött a rendőrség baleset megelőzési kampánya is. Nem csak a rendőrök, de a polgárőrök és a közteresek is segítik a közlekedést a megye általános iskoláinál. Ezzel együtt az intézményekben elindul az iskola rendőre program is. Itt egy újabb tanév, a rendőrség pedig polgárőrökkel, közteletfelügyülettel megerősítve ismét ott van az iskolák környékén. Mi ennek az akciónak évről évre célja? Hát
Ugye a szeptemberi iskola kezdéssel kapcsolatban a gyermekek még a nyári szünetőbe tapasztalt lazasság, vidámsággal érkeznek az iskolákba, és bizony kicsit át kell a tempójukat is, és a járművezetők tempóját is felülvizsgálni ahhoz, hogy az iskolák környékén megnövekedett a forgalom. Egyre több gyerek érkezik a különböző iskolákba. A kijelölt gyalogos átkelő helyeknél a gyermekek nem biztos, hogy mindig még megfelelőképpen viselkednek, és ezért kell az, hogy a rendőrség, a közterületfelügyelés, a polgárőrség kvázi demonstratív jelleggel a helyszínen legyen, és figyelmeztesse a gyalogosokat is, és a gépkocsi vezetőket is arra, hogy a kijelölt gyalogos átkelő helyen megnövekszik a forgalom, egyre több gyerekre kell számítani, akiknek a biztonsága az a legfontosabb, hiszen mindenki szeretné, ha gyermeke biztonságba odaérkezne az iskolába, illetve haza is érkezne. Ezt próbálja a rendőrség, a polgárőrség és a közterületfelügyelet összehangolt akciójával elérni szeptember hónapban. Ez a tanévkezdési kampánynak a keretén belül van. Ezen felül még elindult ismét ezébe az úgynevezett iskola rendőre akció is. Folytatódik, hiszen ez már elég régóta elég jól működik. Ezen belül a Székesfehérvári rendőrkapitányság illetékességi területén 46 iskolában 28 rendőr teljesít szolgálatot, akik egyfajta összekötő kapocsként működnek az iskola és a rendőrség között, amikor az iskolák kisebb ügyes-bajos dolgaikkal közvetlen meg tudják keresni az ott szolgálatot teljesítő kollégát, és hogyha ott mindjárt ő meg tudja oldani saját hatáskörben ezt a dolgot, akkor tud, megoldja, ha nem, akkor ő tud megfelelőképpen reagálni, hogy milyen más beavatkozások kellenek. Itt a szeptemberi iskola kezdéssel kapcsolatban külön felhívnám a figyelmet a gépkocsi vezetőknek a megnövekedett forgalomra. A megnövekedett forgalommal kapcsolatban a várhatóan az iskolák környékén tapasztalható hosszabb menetidőkre, épp ezért nem a nyári időszakban, szokásos időpontban kell elindulni, hanem lehet, hogy kicsit előbb. Felhívnám a szülők figyelmét, hogy a gyerekeknek igenis vagy együtt, közösen, amikor jövünk az iskolába, elmagyarázni, hogy a kijelölt gyalogos átkelő hely előtt mi a gyalogos feladata, illetve jogszabályi kötelezettsége, hiszen nem tudunk minden gyalog átkelő helynél ott lenni, és illetve az iskolák környékén lévő parkolóknál is mindenkinek felhívjuk a figyelmét, hogy tessék kicsit odafigyelni, türelmesebbnek lenni. Tudom, hogy mindenki szeretné lehetőleg minél közelebb a gyermekét az iskola bejáratához tenni, de higgyék el, még senkinek nem esett problémája attól, hogyha 20-30 vagy 40 métert kell sétálni az iskoláig. Tehát mindenkinek van ebbe feladata, gépkocsi vezetőknek, gyalogosoknak, rendőröknek, közterületfelügyelőknek, polgárőröknek. Reméljük, hogy az elmúlt évek tendenciáit figyelembe véve az idén sem következik be gyermekeket érintő közúti közlekedési baleset az iskolák környékén, hiszen a szemünk fény a gyermek, és az a célunk, hogy mindenki biztonságosan odaérjen, és mindenki biztonságosan hazaérjen. Számadatot esetleg tudunk-e mondani, hogy hány gyalog átkelőhelyénél vannak jelen? Székesfehérváron 14 gyalog átkelőhelyen vagyunk jelen, a Székesfehérvár illetékességi területben, ugye vidék is bent van, ott 28 kijelölt gyalogos átkelőhelyen vagyunk jelen, vidéki iskoláknál is természetesen, illetve ugye ahol mi nem tudunk ott lenni, ott nagyon szépen megkérjük az állampolgárokat az önkéntes jogkövetésre, ami az egyik legfontosabb, az odafigyelésre és a közlekedési szabályok betartására. Egy tonna takaró, 2 tucat horgoló asszony és megszámlálhatatlan alkotás. Idén is Csákberényben táboroztak az óriás takarósok. Az idei tematika pedig a retro játékok voltak. Augusztus utolsó hetében Csákberény ismét otthont adott az óriások országos találkozójának.
Na de nem 2 méter feletti emberekre kell itt gondolni, hanem egy csapat jókedélyű asszonyra, akik a közösségi ház teraszának árnyékában készítik a szeretett kockákat. Nem gondolkodtunk mi országos találkozón, egyszerűen csak a netet használtuk, a Facebookot arra, hogy összejöjjünk, mert ugye messze vagyunk, meg minden sokba kerül jönni-menni, és egyszerűen a maradékainkat összehorgoltuk, ebből lettek az 50x50-es kis négyzetek, aztán lett a takaró, és akkor így, mikor összeraktuk az óriást, onnantól büszkén hívtuk magunkat óriás takarós lányoknak, onnantól meghagytuk ezt a kis fogalmat magunknak, hogy óriások vagyunk. Aztán minden évben valami kis apróságot kitalálunk, hiszen évről évre tonnálni, hol mi képtelenek vagyunk kérni is, kapni is, meg feldolgozni is. De megmarad a hangulat, meg a jó érzés, és mindig valami huncutságon jár a fejük, és nekiülnek, csinálják, és az első 1-2 apró dolog után, tehát ömlik az emberekből, az asszonyokból az ötlet, meg a varázs, és csak csinálják. És hogy honnan jött az óriás takarós lányok kifejezés? A horgolótábor 2014-ben megalkotta, és 2015-ben kibővítette helyi rekord kísérletét, és egy majd 2400 méteres óriás takarót készített, ami már Ferenc tájképét idézi. Máig erre a napra a legbüszkébbek a táborban. Majd mindjárt elkezdek könnyezni, vagy libabőrös leszek, és mindannyian így vagyunk vele, mert egyszerűen azért volt az egy hihetetlen nagy dolog, mert az egy olyan nagyon-nagyon-nagyon nagyszerű napra sikeredett. Rengeteg ember munkája volt benne. Én még mindig azt sajnálom, hogy akkor is nagyon-nagyon kicsi volt a nézettségünk. Nem azért, hogy akkor ez most hűha, hanem hogy mi tudjuk, látjuk mögötte azt a rengeteg munkát, ami benne van. És ez mind egyszerűen a jó érzésből fakad, mert fogják, veszik a fonalat, kapják, csereberélik, csinálják ügyetlent, csodásat, vegyesen, de az az összefogás, ami ott öt van, és egy hétig dolgoztunk, és leraktuk, és gyönyörködtünk benne, hihetetlen borzongás a mai napig. Ez egy hatalmas munka volt, és az tényleg a vezetőnk, a Csobán Erika megtervezte az egészet, a négyzetek, hogy mi hova kerüljön, és ez kiadott egy festményt, és ez valami hatalmas munka volt. És ez egy olyan szép nap volt nekem, amit nem is tudok elfelejteni. Idén a táborban régi társas játékok elevenednek meg, a táblától elkezdve a bábukig minden horgolással készült. Mozaik mesejáték, és az ötlet az onnan jött, hogy gyerekkoromban volt ilyen fakockám, aminek minden oldalán másik mese volt, és én azt nagyon szerettem, össze lehetett rakni 6 féle mesét, hogy a tudatból, és akkor kitaláltam, hogy szivacsból csinálok, ilyen a szivacsot megrendeltem, és akkor csináltam hozzá ilyen oldalakat, 6 féle mese van, azok itt látható. Az idei év tematikájának a régi, hát egy picit divatos ez a szó, ez a retro dolgot használjuk, tehát hogy a régebbi társasjátékainkat próbáltuk ide behozni, becsempészni. Én azt gondolom, hogy a társasjátékoknak valahol ugyanaz a szívecsücske lelke, hogy összehozza az embereket, egy kupacba játszanak vele. Bennünk még megmaradt, hogy régen nagyon sok ilyet játszottunk, ma nagyon sok új, meg drága játék van. Visszaszaladtunk a régi ötletekhez, és azokat megvalósították a lányok ilyen horgolt formában. Az óriás takarós lányok 6 éve minden nyár utolsó hetén összegyűlnek Csákverényben, és hozzák az otthonról készített alkotásokat. Persze kedvenc horgolótűjüket sem hagyják otthon. Már több éve ismerjük egymást, ugye a Facebookról többnyire, évente egyszer meg itt találkozunk, megöleljük egymást, örülünk egymásnak, nagyon, nagyon klassz dolog találkozni. Egy rokonom jelezte, hogy van ilyen Facebook csoport, és akkor beléptem, és akkor horgoltam egy darab négyzetet, egyet. Maradt fonalam, erre horgoltam még egyet, vettem új fonalat, horgoltam még egyet, és akkor egyre többet. Közel egy hetes horgulótábor nem csak az alkotás öröméért van, jótékony célt is szolgál. Az itt elkészült takarók gyermekotthonokban kapnak majd helyet, hogy egy kis színt és melegséget vigyenek az intézmények falai közé. Nézzetek, amikor elkészülnek, a takarók elkerülnek gyermekotthonokba, intézményekbe. Tehát ezt úgy nem is szoktuk mindig kiírogatni, ez egyszerűen egy ilyen abszolút természetes a folyamat végén ez, hogy elviszünk gyerekekhez a takarókat. Ez a jövős menős nyüzsgés élet, ami nekünk nem tetszik, és még mindig keressük a fonalunkat. Aztán egyszer csak elkeveredünk játszótérre, erre-arra, és megörülünk neki, hogy találunk itt is ilyen pad mellett ücsörgő nagyikat, akik hú, itt is van horgolás. Az óriás mesekönyv a 2016-os táborban debütált. A csoport múltját és történetét 2 méteres horgolt oldalaklapjain ismerhetjük meg.
az inspiráció korán sem apad ki, rengeteg nagy ötlet vár még megvalósításra. Az, hogy egyszer csak bekopog az ajtón valami eszement kedves támogató, akitől kapunk itt 1-2-3 tonna fonalat, és akkor mi abból megígérjük, hogy a következő évre valami iszonyat varázslatos, hatalmas alkotást hozunk össze. Az, hogy maga az alkotás, hogy hűha, meg nagy, meg minél szebb, meg színesebb, meg jobb legyen, az egy önzés, az csak a mi kis önző örömünk, mert utána a takarók ugyanúgy elmennek gyerekeknek, csak mindig arra vágyom, hogy egyszer hadd dúskáljunk, és hadd dolgozzunk szebb fonalból, meg jobban, és nagyobb kedvel, mert hogy annyira szeretném úgy megérdemlik ezek az asszonyok, hogy úgy hadd csinálják, amit szívből csinálnak, és természetesen ezt mindönként dalolva. Persze a csoport nem csak a támogatókat várja a soraiba, hanem azokat az embereket is, akik szeretnék kipróbálni magukat a kézművesség ezen ágában. De várnak gyakorlott horgolókat is, akik szívesen töltenének együtt egy hetet Fejér megye szívében, hogy valami nagyot alkossanak. Minden ilyen tevékenység, bárki kipróbálja, valamit ad hozzá a hétköznapjaihoz, az érzéséhez, ad egy kis nyugalmat. Nem tudom azt igazán jól elmagyarázni, de amikor valamit az ember fog egy nyersanyagot, és ez mindegy, hogy asztalos, vagy vasas, vagy fonalas, vagy akárki, iszonyatos öröm, amikor abból a valamiből mi magunk csinálunk valamit, és ott van egy késztermék, hogy az egy pulóver, egy takaró, vagy bármi, ez hihetetlen jó érzés. Aki ezt nem próbálta, vagy nem végzett ilyesmi dolgot, nem nagyon tudom neki ezt átadni, meg kell tapasztalni. A tábor szombaton ért véget, és a takarók már készen állnak arra, hogy az ország gyermek otthonainak lakói álmát őrizzék a közeljövőben. Kedves nézőnk, ez volt már az Együtt magazin. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is, jövő héten pedig a megszokott időpontban újra várom majd önöket, viszontlátásra!